A szépszámú közönséget, a művészt és családját, Huba Imre vármegyei közgyűlési elnököt, dr. Fazekas Sándor országgyűlési képviselőt, Sári Kovács Szilvia és Gyurcsák János alpolgármestereket, nagy tiszteletű Koncz Tibor esperest, főtiszteletű Verez Zoltán plébános, címzetes esperest, a művésztársakat és valamennyi érdeklődőt Kunné Nánási Mónika, a Dériné Kulturális Központ megbízott igazgatója köszöntötte. A megnyitón tárogató játékával közreműködött Plusz Csilla tárogató művész, a Karcagi Elker Ferenc művészeti iskola igazgatója. Mint elhangzott, Györfi Sándor városunk díszpolgára országosan és nemzetközileg is elismert művész. Kiemelkedő szakmai munkássága mellett példaértékű embersége, tisztessége, szerénysége és segítőkészsége. Gazdag szakmai tapasztalatát megosztja a tehetséges fiatal művészekkel, évtizedek óta alkotótáborokat, alkotótelepeket vezet. Szülővárosa, Karcag mellett elkötelezett híva a nagykunságnak és az Alföldnek is. Szobrok, érmék, kisplasztikák tucatjai bizonyítják lokálpatriotizmusát, hazaszeretetét, hangzott el Kunné Nánási Mónika köszöntőjében. Szülővárosában már 1976-ban bemutatkozott néhány alkotásával a Karcagi Dériné Művelődési Központban rendezett kiállításán. A főiskola elvégzése után visszatért Karcagra, ahol Derkovics ösztöndíjasként hozta létre műtermét. Ezzel egy időben kapcsolódott be a Nyíregyháza Sóstói Nemzetközi Élelművészeti Alkotótelep tevékenységébe, ahol 1978-tól az Alkotótelepi Tanács tagja, majd 1983-tól művészeti vezetője volt. Itt az általa felújított viaszvesztéses bronzöntés technika vált gyakorlották. 1977-től a művészeti alap, majd 1980-tól a Magyar Képző és Iparművészek Szövetségének tagja. Már első 1980-ban a Karcagi Nagykun Múzeumban megrendezett nagy kiállítását is a kialakult Györfi stílus jellemezte. Ugyanebben az évben állította fel első karcagi köztéri szobrát is, a Mémesek emlékére című alkotását. Bensőséges kapcsolata a lovakkal édesapja mellett eltöltött csikós éveiben gyökerezi. Előszeretettel ábrázolt történelmi személyeket is, Damjanics János portréja, Zrínyi Ilona reliefje, Bacsi Zsilinszki emlékmű, Szabolcs vezérszobra, Szent István királyszobra, Kossuth Lajos szobra, az Ópuszta szerint történelmi panteonban 4. Kun László király bronzmell szobra. Az országos hírnevet első egészalapos köztéri munkája Györfi István szobra hozta el számára, melyet 1984-ben állítottak fel a Karcagi Györfi István Nagykun Múzeum parkjában. Ez az alkotás jelentős mértékben hozzájárult a Munkácsi díj odaítéléséhez. A Jászkun Redemció 250 éves évfordulója alkalmából adták át a Kun emlékhelyet, melynek a Kun ősök emlékét őrző szobrai egyedülállóak Európában. Szepesi Tibor polgármester a Györfi Sándor Galéria létrejöttének történetét mutatta be, amely a művész és családja támogatása mellett intézményi, önkormányzati összefogásból, pályázati forrásból valósulhatott meg. Így mostantól méltó körülmények között egy helyen láthatóak a jeles szobrászművész munkái. A városvezető megköszönte mindenkinek a támogatását, segítségét. Rendkívül fontos számunkra, hogy a mai fiatalok is minél többször találkozzanak köztünk élő művészek alkotásaival. Mert ezek az alkotások magukban hordozzák a szülőföld szeretetét, az ahhoz való ragaszkodást, hűséget, barátságot, az egész közösséget. Karcag város önkormányzata és lakossága nagyon büszke városunk szülöttére, akik közöttünk él és alkot több mint 4 évtizede. És akinek köztéri alkotásait járva kell a városban, nap mint nap megcsodálhatjuk. Szerencsések vagyunk, hogy itt él közöttünk.
hiszen ő az egyike az őrhelyüket el nem hagyóknak, akiknek szava mérték és mérce, melyhez magunkat és a világot mérhetjük. Györfi Sándor kiemelkedő művészi munkássága, hazafisága, lokálpatriotizmusa, tiszta embersége és szakmai alázata legyen követendő példa mindannyiunk számára. A kiállított szobrok, plakettek történetét részletesen ismertette megnyitójában Prókai Gábor emeritus lektor, akit a szakmai művészeti kapcsolat mellett a szobrászhoz több évtizedes barátság is köt. Így most is első kézből kaphattak információt tőle, a művek születéséről is a jelenlévők. A tisztelet a szülőváros részéről a művésznek szól, aki művészetének kibontakoztatását gyermek és ifjúkori életének tájain, éltető közegében tudta elképzelni, felnőttként, alkotó emberként is. Voltak ennek a városnak korábban is hírnevet szerzett szülöttei. Németh Gyula nyelvész, Györfi István néprajztudós, a fazekas művészetben Kántor Sándor neve vált, megkülönböztetetten megbecsülték. Németh Gyula munkásságát 1948-ban, Kántorét 30 év múlva 1978-ban, Györfi Sándorét újabb 40 év múlva 2018-ban ismerte el a Magyar Állam Kossuth díjjal. Szellemiségük, és soroljuk ide még Szűcs Sándort, Bellon Tibort, hatottak a mesterre, amit művészetébe ötvözve sugárzón közvetített tovább Németh Gyula szobrában, Kántor Sándor érmében, itt a Wittinben láthatják, Szűcs Sándor domborművében a múzeumnál látszik, meg az életmű kiemelkedő fontosságú és minőségű szobrában, Györfi István egész alakos ülőszobrában, ami a múzeum kertjében. Megtartó erőt sugárzó ez a város, ez a táj, legalábbis Györfi Sándor életre szóló hatása ezt érzékelteti. A karcagi puszta, az itt élő emberek világa visszafordító erejű volt akkor, mikor pedig a választott hivatás az érvényesülésének sikerrel köcsögtető megszokott útjaként a diplomát adó nagyváros felé marasztalta volna, és jelölte volna ki számára az irányt. Az ő döntése a karcagi tanyán nevelődött. Annak végtelen teret adó szabadságában, ahol Csikós édesapjuk a lovon száguldó fiai számára a horizontot jelölte ki határként. Dr. Fazekas Sándor országgyűlési képviselő pohár köszöntőjében arról is szólt, milyen nagyszerű dolog, hogy városunknak ilyen jeles, tehetséges művésze született, mint Györfi Sándor, akinek még sok aktív alkotó évet kívánt.